A 2015-ös ima héten az evangélikus, református, római katolikus, baptista és pünkösdi gyülekezet tagjai gyűltek össze a vendéglátó református közösség templomában az esti alkalmakra, közös imádságra a keresztények egységéért. A keresztényekben a 19.-20. század fordulóján fogalmazódott meg az a szándék, hogy időnként együtt imádkozva, összefogva gyógyítsák a szétszabottság okozta sebeket. Nagyon fontosak azóta is ezek az alkalmak, mondta el Lenkeiné Teleki Mária református lelkész. Nagyon fontos megmutatni az egybetartozásunkat, az együvé tartozásunkat, a Krisztushoz tartozásunkat, mert általában az emberek mindig a különbözőségeket veszik észre, hogy hát igen, ez itt ilyen, az meg ott olyan, és ilyenkor nagyon jó, hogy megmutatjuk, hogy igenis mi így egyek vagyunk, és Krisztusba egyek lehetünk, és ő az, aki tulajdonképpen összetartja ezt a nagy egészet, és ő benne csúcsosodik, és ő benne gyökerezik a mi együttlétünk. Az imahét alkalmait minden este 17:30-tól tartották. A szolgálatban felosztották a liturgikus szerepeket. Volt szentlecke olvasó, imádkozó és vezető igehirdető. A pénteki záró alkalmon Csősz István római katolikus plébános hirdetett igét. A szamáriai asszony történetéből idézett, akit Jézus megszólított. Egy szamáriai asszony oda ment vizet meríteni. Jézus megszólította, adj innom. Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek. A szamáriai asszony így válaszolt, hogyan? Zsidó létedre tőlem szamáriai asszonytól kész inni, a zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamáriaiakkal. Jézus ezt felelte neki, ha ismernék Isten ajándékát, és azt, aki azt mondja neked, adj innom, inkább te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked. Az idei imahét témáját Brazíliában állították össze. Bár a problémák nem egészen azonosak a keresztény országokban, az örök üzenetet próbáljuk minden évben más-más szempontból megközelíteni, fogalmazott Lenkei István református lelkész. Egy olyan világban élünk, ahol az emberek leginkább attól szenvednek, hogy nagyon kevés az elfogadás és nagyon kevés a szeretet az emberek között. És ebben a történetben, ami most a hétnek alaptémája, ez a samáriai asszony története, pont arra mutatta Isten igéje, hogy Jézus elfogad bennünket. Teljesen mindegy, hogy honnan származunk, milyen hátterünk van, esetleg milyen nehézségek teltelik a múltunkat, Jézus jön és elfogad, és benne egységet találunk. Az esteket minden alkalommal az ige hirdető közösségének kórusa zárta. A záró alkalmon az összes kórus együtt énekelt. A közös keresztény imahét szeretett vendégséggel zárult. Pakson minden esztendőben más az ökumenikus imahét házigazdája. Tavaly a katolikus közösség volt, jövőre pedig az evangélikus gyülekezet lesz.